Múlt héten pénteken tartotta meg a Bajai Szakképzési Centrum, Dózsa György szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma végzős diákjai számára a szalagavató ünnepséget. A rendezvény helyszíne a városi sportcsarnok volt, ahol a lelátó színűti megtelt a tanulók barátaival és rokonságával. A közös bevonulást követően Fekete Antal, a tagintézmény vezetője, búcsúztatta a növendékeket. Szalag nem csak egy szép maski, amit hordhatsz, amivel mutatod a világnak, hogy végzős diák vagy, és ahonnan belész a felnőttek társadalmába. Nem. Ez annál sokkal több. Azt jelzi, hogy közel állt a végcélhoz. Érettség, szakmai vizsga, pályaválasztás, másik szakma tanulása, felsőoktatásban is a kék szalagocska rádöbbent arra, hogy életetek komoly fordulópontja közeledik, rádöbbentek arra, hogy őfélét húlva kiszakadtak a megszokott, biztonságos, dózsás világotokból. Az ünnepi gondolatokat követően Benedek Viktória kápráztatta el hangjával a közönséget. Ezt követően a 11-es diáktársaktól hallhattak a végzősök megható gondolatokat. A továbbiakban a 12-es osztályfőnököknek, majd a tanulóknak a mellére került rá a maturanduszok szalagja. Az este folyamán a későbbiekben a közös táncbemutató vette át a főszerepet. A szalagavatóról készült hosszabb összeállításunkat megnézhetik december 12-i Staféta című magazin műsorunkban.